Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit itt advent második vasárnapján. Józsa Tamás vagyok, az együttes művészeti vezetője. Köszöntöm a szülőket, köszöntöm az érdeklődőket, és nem utolsó sorban köszöntöm Cserny nénimet, Angéla polgármesterasszonyt, a 15. kerületi önkormányzat képviseletével. Egyértelmű legyen. Jó, a köszöntés után rögtön köszönetet szeretnék nyilvánítani. Elsősorban Budapest 15. kerületének önkormányzatának, hogy működésünket nagyon-nagyon sok éve lehetővé teszi. Egy taps. Valamint a Csokonai Művelődési Központnak, aki a mai nap is biztosította erre az örömteli rendezvényre a helyszínt, és akikkel szintén nagyon-nagyon régóta nemhogy szoros partneri együttműködési kapcsolatot, hanem baráti kapcsolatot is ápolunk. Taps 2. A mai műsorunknak a címe az, hogy Fel nagy örömre, és azért választottuk ezt a címet, mert azt gondolom, hogy ilyen hányattatott időszak után van okunk örülni végre. Végre újra itt állhatunk ezen a színpadon, hiszen tavaly nem tudtuk megrendezni ezt a rendezvényt. Örülünk annak, hogy szeptemberi újrakezdéssel nemhogy csökkent az együttes tagjainak a száma, hanem gyarapodott. Továbbra is körülbelül 150 főről beszélünk, 6 különböző csoportban. Ezeket nagyon egyszerűen úgy neveztük el, hogy pöttöm apró kis nagy ifjúság és felnőtt csoport, de ezen felül született egy új csoportunk, akiket Cifra Szilas néven neveztünk el, vagy névre kereszteltünk. Ők pedig az együttes táncosainak szüleiből verbuválódott. Ide is kérek egy tapsot. Ami egy nagyon örvendetes kezdeményezés, és hál' Istennek nem csak itt, hanem országszerte megvalósul ez, hogy az a tánc szeretet, ami a gyerekekben van, az átragad a szülőkre is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Őket azonban majd csak az esti műsorban fogjuk látni. Ebben a műsorban láthatjuk majd a legkisebbeket, tehát a pöttömöket, az aprókat, a kicsiket, valamint az ifiseket és a felnőtteket. Kezdtünk a felnőtt együttessel, majd most pedig az ifjúság együttes láthatták, illetve egy olyan műsorszámunk is lesz, ahol mind a két csoport együtt fog táncolni. Tehát örülünk annak, hogy el tudtuk újra kezdeni a munkát, örülünk annak, hogy egy csoporttal gyarapodtunk, és örülünk annak, hogy több rendezvényt is, több tervezett rendezvényünket is meg tudtuk tartani, és elég szép eredményeket is értünk el. Az egyik ilyen rendezvényünk az a Rákospalotai szóló, gyermek és ifjúsági szólótáncverseny, amelyet a Pestújhelyi Művelődési Házban szoktunk megrendezni, akiknek ezúttal is nagyon szépen köszönjük, hogy sikerült ez a rendezvény. Taps! A másik pedig, amivel már nagyon régóta készültünk a felnőtt együttessel, az a terület, néptáncosok területi minősítő fesztiválja volt, vagy minősítő színpada, ahol nívódias együttest kapott az együttes. Hogy ez világos legyen, 150 pont a maximum, amit el lehet érni, 130 ponttól van meg a kiemelt nívódíjas együttes cím, tehát ami körülbelül egy ilyen kiválóan minősült címnek felel meg. Nekünk 123 lett, ami azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon fiatal, átlag 17-18 éves, igazából ifjúsági korosztályú felnőtt együttessel első próbálkozásra egy nagyon szép eredmény, úgyhogy nekik is egy hatalmas tapsot szeretnék kérni. Illetve ugye az ifjúsági csoportunk is részt vett ebben a kezdeményezésben. Nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, és én nagyon örülök annak, hogy egy olyan csapattal dolgozunk együtt, ami szerintem példaértékű. A művészeti csapatunk úgy áll össze, hogy jó magam vagyok a művészeti vezető továbbra is, aki eddig volt... Ó, köszönöm szépen! Aki eddig volt mellettem, Marosi Gerda, ő pillanatnyilag Kanadában próbálja a szerencséjét, de szintén a szakmájában, tehát néptáncot tanít. Így egy másik fantasztikus partnert, Hortobágy Ivettet kaptam magam mellé, megvan a hang, jól van, akivel korábban is nagyon-nagyon sokat dolgoztam együtt.
egy táncosok nagyon szeretik. Fantasztikus szakember. Van mellettem egy asszisztens, aki gyakorlatilag az agyam, és nélküle szerintem semmi sem működne, Kun Lillának hívják. Van mellettem egy Temkó Marian nevű hölgy, aki a kelléktárunkért, a viselettárunkért felel. Azt hiszem, hogy szintén minden el lenne veszve nélküle. Van mellettem egy Res Tamás, aki az énektanításért felel, és ebben szokott nekünk segíteni. És hatalmas örömömre szolgál az, hogy többjüknek is lehetőséget tudtunk most már adni arra, hogy koreografáljanak, akár ebben a minősítő fesztiválos műsorban, így a Tominak, Res Tominak és Boncok Sáfrán Dominiknak is. Neki is egy nagy tapsot szeretnék kérni. És hát feltörekvő segítőink is vannak, ugyanis minden gyerekcsoportunkban van asszisztencia, akik a korábbi táncosokból nőnek ki, és ez már nem csak az ifisekre igaz, hanem egészen a nagycilasosok is elkezdték már ezt a munkát. Az ifisek szintén asszisztálnak, és akik most felnőtt együttesben táncolnak, ők pedig már gyerekcsoportot is vezetnek, illetve kerületi óvodákban szakköröket. Úgyhogy nekik is egy nagy tapsot szeretnék kérni. Azért tölt el ez engem nagyon nagy örömmel, mert nem csak táncos utánpótlást nevelünk ki, hanem pedagógus utánpótlást is. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy egy nagyon színes kavalkádot fogunk itt a mai este felvonultatni, viseletek szempontjából is, és nagy örömünkre szolgál, hogy a sok támogatásban, amit kapunk, egy olyan viselettárat tudtunk létrehozni, hogy gyakorlatilag szinte semmit nem kellett kölcsönkérni más együttesektől erre a műsorra. Jó szórakozást kívánok akkor ehhez, majd még egyszer visszatérek, amikor a szólistákról, illetve a szilas díjasokról lesz szó. Köszönöm szépen! Beleesett a Dunába. Hol van ez a Duna? Kiitta a
letett a kemence, táncot lejtett a gerince. Gombolyog célra a fagyú gyertya, lángot vetett a kemence, táncot lejtett a gerince. Gombolyog célra a fagyú gyertya, lángot vetett a kemence, táncot lejtett a gerince. Fehér lilium szem, se juborja a Dunába, emeld fel a lábad, támaszd meg oldalad, fésülködjél meg te, mosakodjál meg te, sejtörülközzél meg te. Fehér lilium szem, se juborja a Dunába, emeld fel a lábad, támaszd meg oldalad, fésülködjél meg te, mosakodjál meg te, sejtörülközzél meg te. Fehér lilium száz, sejtörülje a Dunába, emeld fel a lábad, támaszd meg oldalad, fésülködjél meg te, mosakodjál meg te, sejtörülközzél meg te. Húzd rá! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Húzd rá! Köszönjük szépen a tapsot, és akkor most megkérlek titeket, hogy lépjetek előre, és hadd mondjam meg el, hogy hogy hívnak titeket, és mit táncoltatok. Tehát Albuk Fruzsinát és Matusek Zsófiát láttuk Veresegyházi csárdással. Számunkra nagyon kedves anyag, Veresegyházi viselet, palotai viselet ugye nagyon hasonló. Utána Dobos Lilla és Mátyás Dóra, Mezőföldi üvegcsárdással és friss csárdással. Felkészítői Kun Lila és Boncó Sáfrán Dominik, nekik is egy tapsot. Majd pedig az ifisekből Rákoskerti Blanka és Szőcs Vendel boldogi csárdást táncoltak, szintén egy környékbeli falu. Felkészítői Res Farkas Henrietta, jól mondom, remélem. Nem Res Henrietta, azt hiszem így változott a neve, Res Henrietta és Res Tamás. Köszönöm szépen, lépjetek vissza, és most megkérem, csak vissza még maradjatok azért egy kicsit, nézzétek meg a nagyokat. Nagy színpadra szólítom a felnőtt együttes táncosait, ifi korosztályú felnőtt együttes táncosait. És akkor mondom, Vince Virág és Szőcs Milán, Lövéri, Cigányeszkát és Mürtitát fognak táncolni, Tomi Norsa és Pásztor Dávid Ördöngös Füzesi, Román Ritka és Sűrű csárdást, valamint Nagy Ella és Horváth Zalán Báványos Csabai cigányestét és betutát, és majd itt lesz egy bundacsere a Milán és a Zalán között, mert bár van ilyen viselet darabom nekem, de sajnos csak egy, és mivel együtt vannak a színpadon, ezért nem akartuk megfosztani egyiket sem ettől az élménytől, hogy egy ilyen gyönyörű viselet darabban táncoljanak. Na akkor hajrá, tessék! Thank you.
Az ő felkészítői Hortobágy Ivett volt, és ide sorolnám ma természetesen Marosi Gerdát is, és jó magamat, azért maradtam itt megnézni, meg azért táncoltam magammal, meg bazsajogtam, mert rettenetesen büszke vagyok. Úgyhogy gyertek előre! Gyertek mindenki! Egy nagy tapsot! Ha már itt vagyok a színpadon, mielőtt befejeznénk még a műsort, illetve átadnám a szót Szőcs Gábornak, az egyesületünk elnökének. Szeretnék én egy nagy tapsot a Zagyva bandának, aki állandó kísérő zenekarunk. Nem szaporítva tovább a szót, megkérem akkor a Zagyva bandát, hogy mutatkozzanak be, ők is egy zenekari számmal, és aztán egy közös adventi énekkel, és egy közös ráb, ifi felnőtt rába közi koprodukcióval és fantasztikus számmal búcsúzunk önöktől. Jó szórakozást az este hátrevő részéhez!
újra. Yeah.
Thank you.